Hölgyész alpolgármester asszonya köszöntötte a 2021-ben született gyermekeket és szüleiket az emléktábla avatás alkalmából. A szülők örömmel tettek eleget a meghívásnak, a legkisebbeket babakocsikkal, a nagyobb bacskák már saját lábukon érkeztek az ünnepélyes eseményre. Kitty Ikre is 2021-ben születtek közé tartoznak. Mindig azt mondom, hogy sodrodunk az árral. Nem könnyű, de megoldható. Szerintem nagyon szép gesztus, és örültünk neki, mert tényleg nem mindenhol gondolnak a kis csöpségekre, akik igazából ugye előre viszik a települést. Úgyhogy én örülök neki. A 2021-ben születtek nevét őrző emléktáblán 29 kispolgár neve szerepel. A Hölgyészi Önkormányzat hagyományteremtő céllal hívta életre ezt a kezdeményezést, amelynek keretében minden évben köszöntik az előző év szülötteit, mondta el a nagyközség polgármestere. 2 évvel ezelőtt kezdtük el az akkor születetteknek, és a tavalyi évben ugye ültettünk a tavaly előtt születetteknek egy fasort a Dombovári úton az Eskanyarba. Nagyon üres volt a tér ott, és úgy gondoltuk, hogy jól lenne egy fasort, viszont egy ugye régi népi hagyományként ugye úgy gondoltuk, hogy azt a fasort ugye azoknak a gyerekeknek ajánljuk, akik a 2021-es évben, vagy 2020-ban születtek. És idén ugye pedig itt a téren, az iskola előtt ültetünk egy fasort, ez pedig a 2021 évben születetteknek ajánlottuk fel. Szeretnénk felújítani, egy kicsit feldobni Hölgyész települését az új fasorokkal, és a régieket, úgymond amelyik kiszáradt, vagy esetleg beteges, azokat kivágjuk, és helyette újakat szeretnénk ültetni, természetesen legalább 2-szer annyit, amennyit kivágtunk. A fajtákról csak annyit, hogy a tavaly évben ültetett az díszcseresznye, a japán díszcseresznye, ez szintén díszcseresznye, csak ez bíborlevelű. Öregedő falu vagyunk, ugyanúgy, mint minden más település, kis település, de a tavalyi évben megindult valami, és rengeteg fiatal házas pár, akár gyerekestől, vagy akár kismamaként, ugye jönnek ide, és költöznek ide, és veszik meg a régi házakat, és újítják fel. Nagyon örülünk neki, hogy tényleg elmegy az ember az egyik utcán. Ugye eddig mind romos épületeket láttál, és most mindenhol csak azt látod, hogy felújítás van, úgyhogy ennek nagyon örülünk. Nagy szerencsénkre nyert bölcsődeépítő pályázatunk, és ugye eddig a településen nem volt bölcsödénk, és idén, ha minden igaz, be is fejeződik. Még nem kezdődött el a beruházás, de reménykedünk, hogy idén be is fejeződik, és akkor jövő január 1-től, de legkésőbb március 1-től indulhat a bölcsöde. Többszörös ünnep volt Hölgyészen, hiszen amellett, hogy köszöntötték a legkisebbeket, a település nagyobb bacskáit is várták gyereknapra. Ha most ugye azt mondanám, hogy azért tettük így, mert tudtuk, hogy itt most szép idő lesz, és múlt héten nagyon rossz idő volt, akkor egy picit ferdítenék. Az igazság nagyon egyszerű, akikkel kapcsolatban vagyunk, és hozzák a játékokat, a légvárakat, a dodgemeket, azok sajnos ugye a gyereknapon mindig nagyvárosokba mennek, és akkor ilyenkor érnek rá, ezért van egy héttel később, tavaly is, és idén is. Ugye úgy gondoltuk ki társtelepüléseinkkel, aki csatlakozik, az ugye beszáll a közös kasszába, aki nem, az nem, és mi szeretnénk ugye a hölgyészi gyerekeknek, meg most ugye két társtelepülés, a Duzsral együtt, a Duzsi gyerekeknek, hogy őnekik legyen jó, őnekik teljesen ingyen van minden játékhasználat, és jöhetnek mások is természetesen, de ők pénz ellenébe, tehát. A szülők szeme fényeinek műsora nyitotta meg a Hölgyészi Gyereknapot. Az iskolások egy táncos koreográfiával lepték meg a jelenlévőket. A lurkok a nap folyamán élvezhették az önfeledt gyermekilétet, melyhez számos programmal készültek számukra a szervezők.